Üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben Sak magazinban. Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társammal szeretnénk önöket tájékoztatni, tudósítani a élet legújabb eseményeiről. Partikat szeretünk önöknek bemutatni, elemezni, tálalni azokat. A legutóbbi adásunkban beszámoltunk arról, hogy a megyei csapatbajnokságban az ötödik forduló lebonyolítására is sor került, illetve az MB2-ben a 7.-8. forduló eseményeit ismertettük önökkel. Az NB2-ben azóta újabb forduló bonyolítására nem került sor, viszont a megyei csapatbajnokságban igen. A negyedik fordulóban elmaradt egy sláger mérkőzés, a megyei csapatbajnokság állandó érmesei, a Dávid SC és a Kisvárda mérkőztek meg egymással. A Dávid otthonában fogadta Kisvárda csapatát, nagy hőfokú küzdelemben végül is ö, Kisvárdai siker ö, volt. Néhány parti állítólag megfordult a mérkőzésen, tehát me hibáztak a hazaiak, a Dávid a játékosa, és a kisvárda ezért minimális arányban, 5,5-4,5 arányban tudta megnyerni ezt a presztízs mérkőzést. A hatodik forduló lebonyolításra került a megyei csapatbajnokságban, viszont kisé-csonka forduló volt, tekintettel arra, hogy elmaradt a Nyíregyházi Sportcentrum nagyhalász mérkőzés. A Borsod megyében ugyanis a Chess in -the City versenysorozat egyik állomására került sor, a Tarcalon egy nagy verseny került lebonyolításra, és a sakkiskolából is, meg egyébként a Piremonból is olyan sok játékos ment el erre a versenyre, hogy ezeket a fordulókat nem tudták lejátszani. A forduló ugye mindig vasárnapi napon van. A Piremon első csapata Piremon második csapatával játszott, ezért ezt előrehozottan játszották le. A mérkőzésen tulajdonképpen papírforma -szerű eredmény született. A Piremon első csapata 9-1-re el tudta gázolni a második csapatukat. Öröm volt a megyei csapat bajnokságban, hogy jó tíz év szünet után Kocsis György fidemester újra ringbe szállt, és a szellemi box talaján, az első táblán győzni tudott a sötét figurákat vezérlő Szilágyi Sándor régi rutinos nagyjátékos ellen. Más mérkőzésekre is sor került. Péter, mit tudsz elmondani, milyen mérkőzések voltak? Tudsz -e esetleg arról, hogy, hogy hogyan tudott ilyen szép sikert elérni a, a vajai csapat, hogyan tudta fehér gyarmatot 8,5 másfélre megverni a kisvárdai csapat? Hát én is eredményeket látom, meg ugye egy-egy csapatvezetővel beszéltem. Ugye a vaja nagyon-nagyon szép győzelmet aratott talán még ennyire senki nem verte meg a, a írbátori csapatot. Hiszen az ötödik fordulóban három és fél pontot tudtak rabolni a Kisvárdától. Igen, és ugye ott a 8-2-es siker, az, azt fémjelzi, hogy, hogy nagyon felszívta magát a vajai csapat. Egy kicsit ugye a két arcát mutatja a vajai csapat. Egyszer képes, képes ilyen szenzációs sikerre, én úgy gondolom, ez a 8 2 siker azt mutatja, de egyszer-egyszer meg ugye képesek nagy arányba is feszíteni az erősebb csapatok ellen. Én úgy gondolom, hogy azért reálisan ők lesznek a, a, az ötödikek, negyedik-ötödik helyért küzdenek ugye, ami, ami valószínűleg a Dávidesz és a vajai csapat között fog eldőlni. A Dávid Eszi is nagyon-nagyon szép győzelmet aratott, nagyon erősen álltak ki, és, és megérdemelt úgy gondolom papírforma siker született. Egy picit, ugye azt kell, hogy mondjam, hogy szét szakadt nagyon erős és, és gyengébb csapatokra a megyei bajnokság. Ugye az első négy-öt csapat, az, az az kifejezetten Tehát kiemelkedik. A, a, a Kisvárda, a Dávid. Dávid is, hát és, és a Vaja, vaja is. is. Ha jó napjait fogja ki, akkor. Akkor ide nagy tartozik most, és nagy arányban uh, tudnak nyerni, és ők uh, nagyon erős uh, csapattal rendelkeznek. <kül> ugye a többi csapatnál nagyon sok uh, ifjúsági játékos is, és ugye uh, olyan csapat uh, is, uh, van ahol ugye sok idősebb játékos is játszik. Ők nem képviselnek olyan e, erőt ebben a megyei bajnokságban, ezért van több ilyen nagyobb arányú győzelem. De ugye azért vannak ezek a mérkőzések, hogy egy-két-három év múlva, e, én úgy szoktam mondani, hogy az ifik úgy be fognak érni, hogy már, már most is e, e, bontogatják itt e, szárnyaikat, és egy-egy erősebb jobb játékost el tudnak e, e, kapni, eh, elkalapálnak, eh, ilyen meglepetést okozva ezzel, és igazából ez, a, ez az alap eh, dolog az egésznek. Ezért nagyon jó, hogy gyakorlatilag a, a Piremonnak a második csapatát elindított, amelyik most elvégbe utolsó helyen van, de ezek az ifik eh, két-három év múlva eh, erősségei lehetnek, ugye beépíthetik őket, akár a nagy csapatba is. És... Gondoljunk, arra, a Görömbei Bálint hány száz értékszámmal gazdagodott az elmúlt hónapokban. Hát igen, tehát ügyesen jól játszanak, tehát mindenképp ugye ez egy lehetőség, játék lehetőség az ifiknek, és mindenképp ezen kell játszani. Visszatérve egy picit itt a, a tarcali versenyre, ugye ott is szép siker született, ugye a, a vacsíja André ugye végigvezetve, az utolsó fordulót elveszve második helyen futott be a, a versenyen. Egy fatális tisztelnézése volt, és ezzel tudott Borhi Marcel ellen kikapni. Két gyalogot kapott a tisztelt ugyan, de de az nem volt elegendő. Hát, hát igen, hát... igen. Ott egy döntetlen nem már megnyerte volna a verseny. Most az így, így alakult, lett. így második lett, de így is nagyon szép siker volt. Azt hiszem ez, a, ez az utolsó forduló jól ö, példázta azt a mondást bemutatta, hogy az első helyhez szerencse kell, a második helyhez tudás. Igen, igen. A Piremon Uh, rangadóra ugye az első és második, vagyis hát bocsánat, nem, ne veszhetném igazából, mérkőzés. házi mérkőzésre. Uh, ugye ott az kell, hogy akár még a 10-0 sem uh, volt elképzelhetetlen, mert annyival magasabbak voltak az értékszámai uh, a Piremon első, első csapatának, csapatra. mint a második csapatának. Ugye egy, egy nagyon nagy meglepetés, tehát egy értékszám nélküli játékosnak sikerült egy jóval rutinosabb ellenfelét megvennie, és ezzel sikerült egy pontot szereznie ugye a második csapatnak. Hát nevezzük meg, Kohán Zsolt volt az a fiatal ember, aki tulajdonképpen nemrég 2017-ben kapcsolódott be a versenysakba, és nagyon lelkes sakkozó. Egy nagyon rutinos mesterjelöltet Tudott legyőzni, és én láttam a játszmalapot, láttam a partit, illetve nem magát a partit, hanem a játszmalap alapján tudtam elolvasni, hogy mi is történt lépésről lépésre. Tulajdonképpen a világos színnel játszó ö, mesterjelölt sokkal rosszabbul játszott, mint elvárható volt, tehát a Kohán Zsolt egyszerűen, egyszerűen megverte. Simán megverte az elefelét. Ez azt mutatja, hogy ugye, ha egy lelkes, fiatal, ifjú ember bekapcsolódik a sakkéletbe, akár olyan dinamikusan is fejlődhet, hogy a megye legjobbjaival is fel tudja venni a küzdelmet, ami nem a megye legjobbjainak gyenge szintjét jelenti, hanem azt, hogy szorgalommal, odaadással, érdeklődéssel, munka iránti alázattal viszonylag magasabbra is lehet jutni a sakkban és még visszatérve, tehát hogy egy partiban bármi előfordulhat. Tehát mondjuk azt mondom, hogy 100-ból mondjuk 99-szer nyerne az erősebb sakkozó, vagy, vagy mondjuk 90-szer, most ez pont az az egy volt, amikor nem. Tehát mindig vannak meglepetések, mindig foghatunk ki rosszabb napot, tehát ez ugyanúgy a mesterek életében is előfordulhat, meg a, meg a világszintű játékosoknál is. Tehát hogy egy rosszabb napot fognak ki. Ez pont így van, mert amikor a, a, az ember partiban döntéseket hoz, ugye lépésről lépésre tervválasztásnál, terv felülvizsgálatánál, lépésről lépésre ö, értékeljük a helyzetet, ö, nem olyan mechanikusan gondolkodó az ember mint a számítógép, tehát az emberi tényezők, az érzelmek, a benyomások, a pillanatnyi hangulat, nagyon sok minden ott van mögöttesen az ember döntéseiben. Tehát amikor mondjuk, az életben ö, valakivel beszélünk, és beszélünk és során valamiért rossz napunk van, rosszul aludtunk, megbántottak, akármi miatt, esetleg olyat mondunk a másiknak, amit máskor nem mondanánk. Ezer más alkalommal nem mondanánk, nem tennénk olyat, csak abban az adott pillanatban így döntöttünk. Ez ugyanígy van a sakban is, hogy máshogy és máshogy más lelki állapotban van az ember egy-egy partiban, és nem tudja mindig függetleníteni magát a döntéshozatalkor, a lépésekkor, a, a pillanatnyi lelki A profizmus abban rejlik, hogy ezt a tényezőt a lehető legjobban visszaszorítjuk, de hát, de hát a, profik is profi kis emberek és azokra is hatással van, még a világbajnokokra is hatással van a pillanatnyi helyzetük, gondolatuk az őket ért benyomások. Hát erről megint csak ugye nagyon sok sztorit lehetne mesélni a sakk történelemből, de most, most, most térjünk vissza a konkrét sakhoz. Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon izgalmas, ugye, idéző az azt mondanám, hogy ketté mezőnyök vannak, de ugyanúgy, ahogy fogalmaztam, ugye a, fiatalok is egyre jobban beérnek, egyre több meglepetést szereznek, ugye, és, és, én úgy gondolom, hogy ez a... Ez, még hogyha most egy picit ugye eredménytelenebb is a csapat, de később ez busásan megtérül nagy halász már ugye korábban általában mezőny utolsó helyén kötött ki a bajnokságban, de most egyáltalán nem a végén. Nagyon szépen már, ugye nyolcadik helyen áll. A második csapatgyőzelmét csapat érte már el Igen. a csapat. Úgyhogy hát majd az elmaradt hatodik fordulóbeli sakkiskola nagyhalász, illetve sportcentrum nagyhalász mérkőzése nem biztos, hogy nagyhalásznak sok esélye van győzelemre, mert, mert a két csapat között azért nagy különbség van, de, de ha ezt a mérkőzést le fogjuk játszani, akkor kiegyenesedik a tabella, és aztán kiderül majd, hogy a, a, az elmaradt mérkőzés miatt a, a tabellát 46 ponttal vezető Piremon, és a második helyen 42 ponttal álló Kismáda marad el az élen, vagy mögöttük 37,5 ponttal rendelkező Nyíregyházi sportcentrum második csapata nagy halász elleni nagy arányú győzelemmel visszaveszi az első helyet, vagy, vagy hol is köt ki. Sakkozzunk. Sakkozzunk, igen. Én a még a múltkori megyei rangadó, MB2-es megyei rangadóról hoztam ismételten lehetőség szerint lesz annyi időnk, hogy két partit meg tudunk nézni. Egy, egy ugye vendéggyőzelmet, meg egy hazai győzelmet szeretnék bemutatni. Tehát világossal játszott Rubóczki Tibor, ő a sportcentumnak a játékosa, ugye a vendégcsapatnak a játékosa és a hazai játékos Góca Ádám, ő sötéttel játszott. d 4 Kezdett fehérrel, Tibor Huszár F6-tal folytatta Ádám, amire 20 F3 következett, D5, tehát ugye a centrumot elfoglalta fekete, és C4 következett, amire E6 következett, ugye ez a vezér cselnek a, a, az alapállása, Huszár C3-mal folytatta világos, amire futó B4 következett, Ugye, hát itt sok minden van, le lehet ütni a d futógért, lehet lépni. Tibor az a as lépés, vagy, vagy változatot választotta. Tehát ez már az én nimzoindiai védelembe is lehet ez az állás. Igen, hogyha ezt nézzük, ugye ez egy picit ilyen nimzoindiai szerkezet, vagy ugye vezérindiaisnak, vagy bogóindiaisnak is lehetne mondani. Futóüti C3-mal ugye leütötte a lovat, amire B-üti C3 következett itt valószínűleg C5 lett volna a legjobb lépés, vagy a sánc. Ugye érdekes, Huszár e je ugye, ez a Huszár beugrott a centrumba, de ez valószínűleg nem a legjobb lépés. Ami most következett, ez a Huszár e ugye megtámadja a C3 gyalogot, de én úgy gondolom, hogy ez pontatlan lépés. Úgyis vezér C2 lett volna alapelvben feketének a játéka, és ott e csak problémái lesznek ezzel a huszárral feketének. Elsáncolt sötét, G3-mal egy nagyon jó lépés következett, ugye a szájra fejleszteni a futót, és ugye az 4 ló felé figyeljen, ez a G2 futó, majd B6 következett, amire futó G2 érkezett, futó B7, és világos, elsáncolt, amire huszár D7-tel, ugye Fekete befejezte a fejlődést, kifejlesztette utolsó figuráját is. És most jött az a lépés uh, lépéssorozat, ugye C üti D amivel világos gyakorlatilag megnyitotta itt a centrumot, E üti D következett, és C négyel ugye ismételten rányította itt a vezérszárnyott uh, fehér. Itt uh, bármit mondhat a gép, itt fehér egyszerűen jobban áll, és uh, sokkal kényelmesebb a helyzete. Uh, jó, aztán egy kicsit erős jobban de egyértelműen jobban áll, és ő neki ugye hamarosan a futópárnak az ereje is elkezd majd dolgozni, hogyha a 20 Huszár lép, a futó F4-re, és nagyon-nagyon erős támadó helyzetet fognak felvenni ezek a világos tisztek. én azt hiszem, hogy ebben az állásban sötét azért cseréli le a sötét mezőjű futóját világosnak a C3 jára hogy biztosítsa az N4 mezőt. Na most, hogyha az N4 D5 ponton a, a küzdelem kicsi kényelmesebb világos számára, akkor értelmét vesztette a futópár leadása. Igen, és gyakorlatilag nyílik az állás. Ugye ezzel a C4-jel a futópárnak nyílik az állás, és ugye ott azért szokták lépni, mert dupla gyalog van, és megpróbálnak arra játszani, vagy azonnal ugye C5-tel támadni a centrumot. Ez a két lehetőség van ott. Vagy megpróbálni ugye zártabban tartani, hogy a huszároknak nagyobb játék lehetősége legyen. Tehát itt én úgy gondolom, Érdekes, hogy ez a 24 már az elején volt, de az egy pontatlan lépés volt. Én úgy gondolom, mert csak mindig problémát okozott feketének ez a ló. Bástya 8 következett, én inkább itt is vagy C5-tel azonnal belekötöttem volna, vagy, vagy 20 f F6-tal visszamentem volna, hogy D-UTI C4-jel kinyissam a futót. Tehát mindenképp valami ilyesmi tervet léptem volna. Ugye következő C5-D5, ugye mire futóüti D5 jött, és erre pedig futó F4-jel fejlődött világos, ugye az utolsó futójával is tisztjével is kifejlődött fehér. És most mindjárt meglátjuk. C5, logikus lépés vagyis bocsánat, C5 lett volna a logikus lépés. Ugye C6-tal, tehát erre mondom azt, hogy egy picit túl passzív ez az állás, és huszára jött után nagyon kényelmesen és szinte nyer, hát azt jó, talán nem, de, de, de nagyon kényelmes és sokkal jobb állást ér el fehér. Én talán egyértelműen C5-tel játszottam volna ezt, és nyitottam volna valamennyire ott a centrumot. Akár jó, akár nem. Nekem, Nekem ez tűnik logikusnak, ez a lépés. Huszár e következett, ugye azonnal megérkezett ez a Huszár a centrumba, és ugye ismételten elnégyen problémái keletkeztek a feketének azzal a Huszárral. Huszár üti E5 következett, amire ugye D üti E5, és Huszár C5-re, pedig ugye, hát most ha megnézzük, ugye nagyon furán állnak ezek a fekete tisztek, de fehér bástya FD1-el, azonnal ugye egy kötés hozott létre, és elnégyel fenyegetünk, ugye lenyerni azt a futót is. Hiszen mögötte a vezér, a futó nem léphet el, mert mögötte van a sötét vezér. Igen. Talán az egyedül itt én, hát igen, de az se az igazi, hogy az is gyalogot veszít, hogy a futó B3-mal menekült volna ki fekete ezzel, és ugye B8 leüti a C2-t, leütöm az A8-at, és utána a C6 gyalogot marad, de ez a G5 lépés, ami következett, ugye most ugye lenyere az EU gyalogot, de gyakorlatilag elveszíti a partit. Tehát ugye G5 következett, nagyon megnyílt a, ugye a királyállás, plusz futó E3 után gyakorlatilag nem nagyon tudott jót lépni fekete. Minden, minden elgyengült, tehát gyakorlatilag fel lehetett adni. Báscsüti e 5 ugye még érkezett, fekete futóüti C5 következett, amire B üti C5, és ugye E4-gyel, ugye fehér kihasználta a kötésben maradt futónak a letámadását. Vezér F6, Tal kiment a kötésből, elüti D5 következett, amire bástya a E8-ra, még D üti C, 6 tal is egy újabb gyalogot leütött világos vezér E7 jött, amire bástya A, C1. É, nézzük már meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha vezér E7 helyett sötét behatol, bástya E5-E2-re. Hát gyakorlatilag ö, ott én úgy gondolom, hogy vezérüti célt a legegyszerűbb lépés. És visszavédi az F2 visszavédi pontot, az F2 és pontot. aztán nem ér semmit sem a felépített igen, üteg. Igen, Tehát igen. nem lehet a második soron Ádámnak kipaszírozni Tibi állását. Hát igen, meg az, az F2-t se tudja, ugye, megtámadni, mert ez a c 5 visszavédi ezt. Hát itt már gyakorlatilag vége a partinak, még H5-öt lépett fekete, és Bástya délőt után pedig feladta. Tehát ugye igazából Fehér nagyon szépen megnyitotta az állást, és kihasználta a sötétnek a, a, pontatlan lépését, és utána azt a, azt a hibáját, ami ugye ott következett, és ugye a passzivitását is akár a c 6 Bizonytalannak mutatkozott Ádám. Igen. Világossal uh, Zoli játszott, és fekete volt Mizik uh, Zsolt. Hogy javítsalak, hogy nem én játszottam, hanem velem játszottak, mert igen szépen megvertek. Uh, igen, de egy kifejezetten tartalmas parti volt, szép taktikai motivumokkal. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor még, még azt mondom, hogy még a vereség is szebb, hogyha ilyen látványosan kapunk. Én legalábbis szoktam szeretni, olyan szép taktikai motivumokkal. Habár mondjuk az egy kicsit bosszant, hogyha kihagyok egy jó lépést a parti közben. Tehát, nagyon, tehát azt mondom, hogy egy egységes parti volt, de, de sokkal jobban állhattál volna a megnyitás után egy szép taktikai motivummal, egy gyalogot lenyerhettél volna. Úgyhogy ezt is majd meg fogjuk nézni. d 4 jel nyitottál, ami, ami nagyon normális, ugye, vezérgyalogítás. Én mindig azt játszok. Huszár f 6 tal folytatta fekete, C4 következett, E6, és ugye Huszár F3-ra D5 érkezett. Ugye C5 c d ez talán egy picit pontatlan, azonnal nem szokták leütni, de természetesen át lehet menni ebbe a csereváltozatba. Itt 20 C3 a pontosabb lépés ugye C üti D5 következett, ugye E D5, amire Huszár C3-mal fejlődött ugye a Huszár, ki C6-tal folytatta fekete, futó G5-tel kifejlődött a futónk, futó D6 érkezett, vezér C2-re, pedig H6 következett, és futó H4-re, már itt futó üti F6 is egy picit jobb állást eredményezett volna, mert csak a G gyaloggal üthetett volna vissza, de még a L7-tel, ugye ez egy gyakorlatilag rossz lépés volt, hogy a L7-re e, itt E3 következett, de itt egy szép taktikai motivum lehetett volna, ugye Huszár üti d kapcsolatosan, ugye a Huszár kötésben van az F6 Huszár, ugye azzal nem, tud, nem, tudunk ütni, mert lóg az E7, vezérem úgy, ha C-vel ütne vissza, akkor meg vezérüti C8-al a C8 futó lehetett volna lejutni. És Tehát vezércsere egy, következik. És vezércsere. Vezér D8, király D8, futóült F6 és gyalogállás. És gyakorlatilag teljesen nyertállás. Hát 20 25 d 8 valószínűleg futó B4 sakka legjobb lépés, amire akár király D1 vagy 25 B4 is teljesen normális álláshoz, gyalogforos állás, magasabb szinten nyertálláshoz juthattál volna. Ugye E3-mal ez kimaradt, amire futó g 4 ugye már elvitte ezt a futót ebből a C vonalból, futó D3-mal fejlődtél, Huszár BD7 következett. Itt van szeg D2 pontosabb lett volna, nem odaadni, de még ez se volt, de a sánccal egy picit talán belesáncoltunk a fekete támadásába, én nem félek sosem attól, hogy a futó leüti az F3 lovat, mert az F3-ra kerülő gyalog azért őrzi az N4 és G4 mezőt. Igen. És ahhoz a, ahhoz a kettős gyaloghoz nagyon-nagyon nehezen tud hozzáférni a sötét. Igen, főként, hogyha elsáncolna fekete, de ugye itt most hosszúra sáncolt. Jó volt játék, ugye de most G5-tel meg tudta támadni ezt a futódat. Futó G3 következett, ugye futó G3, H-UTI G3 és futó F3. GUTF3 után ugye eltűntek a védőtisztek innen, és H5, H4-gyel ugye bele tud kötni, vagy G4-gyel a szerkezetedbe, és ugye itt hosszú sánc következik. Valószínűleg amúgy itt azonnal nyitni kellett volna a centrumot E4-gyel. Tehát, hogyha E4-gyel jössz, az, az én úgy gondolom, hogy egy jó ellenesét adott volna, és egy ilyen kiki parti lehetett volna még ebben a zárásban. A futó f egy picit úgy jónak tűnik, de talán egy picit felesleges lépés. Én azt hiszem, még a király G2 is számításba jött, a bástya f 1 h 1 vel Még az, hogy ja a h alatt ugye. Igen. Egy picit... Uh, rosszul, rosszul, döntöttem, tehát valamiért nem voltam jó lelképaszban, és azért választottam rosszul igen. terveket. A hosszú sánc az logikus lépés, talán azonnal G4 vagy F4 kellett volna, és B4 ez egy nagyon jó lépés volt, amúgy azonnal B5-tel belekötni az ellenfél állásába. Király B8 történt. Itt lehet, hogy amúgy vagy futőti D7-tel egy picit kevesebb, vagy B5-tel kellett volna azonnal belekötni megint a szerkezetbe. Én valószínűleg B5-öt léptem volna, vagy futőti D7-et. Huszára egy picit megint ugye, hogy fogalmazzak, tehát egy olyan lépés, amivel Uh, úgy tűnik, hogy elindulsz a vezérszányon, de feketének sajnos ez a G4 nagyon erős lépés volt. A gyorsabban hogy az... következik. Igen, itt is talán még azonnal elnégy kellett volna. G4, és itt nagyon, nagyon jó és nagyon nagy taktikai játékot kapott fekete. Nem nagyon volt jó terv, füti G4 következett. Amire Szerintem F4 is számításba jött volna. F4, akkor ugye H4, és ott nyílik a H vonal. Igen. Valószínűleg Füti G4-jel, ugye itt H4 is nagyon erős lépés lett volna, de Bástya DG8 is nagyon jó lépés volt. Amire ugye g H5, és itt talán ez, ez volt a nagy hiba, ez a g H5. Ugye Huszár üti H5 után gyakorlatilag megnyílt a G vonal, H vonal, és hogy nem nagyon tudtál itt már védekezni. Király G2 jött de vezér G5 az nagyon erős lépés volt, és ugye Huszárüti G3-mal azonnal fenyegeti itt rád kitni az állás. G4 érkezett, amire Huszár DF6-tal ugye újabb figura jött, és ugye 2-4-5 tisztán adja azt a fehér király, tehát itt is ugye e, itt ebből már nem nagyon lehet kijönni. f 4 el még próbálkoztál, vezér H4. Hát, ha sikerül bezárni igen. A, a, az állást. És a vezéreket még lecserélni, ugye vezér F2-vel, de egy bástyűti G4 fantasztikus Ugye minőség áldozat, amit nem nagyon lehet elfogadni, király F3 jött, vezér H3-sak, király E2, huszár G3-sakkal ugye újabb tisztámadás jött, király D3, és huszár üti F5-tel gyakorlatilag eldőlt a, a parti. Még gyorsan ezt a pár lépést bemutatjuk, bástya H1, vezér üti H1, bástya üti H1, bástya üti H1, huszár C5, bástya h 3 a4, huszárüti üti E3, vezére 2 és Bástya G2 után itt ugye fekete nyert. Tehát, hogyha ezt nézzük, egy nagyon taktikus, az lett volna érdekes, hogy hely négyen rányít, vagy ugye, hogyha Huszár üti d 5 ugye ezt a szép taktikát hozzuk. Tehát én azt mondom, hogy megvolt az esélyünk, jó parti volt, egy picit nagyon magadra húztad az ellenfélnek a támadását, ez valószínűleg a g hálót, nem volt az igazi. Bízunk benne, hogy legközelebb jobb paszban leszek, és jobb döntéseket hozok. Nagyon sok jó Martibán. partidat láttuk már itt. A, most az ellenfél támadott nagyon szépen, vagy kapott lehetőséget, adtál neki lehetőséget, és ezt szépen használta. Igen, igen. Tehát az is kellett, hogy Zsolti nagyon jól játszon. Igen. Sajnos végére értünk a műsoridőnknek. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük a figyelmüket. Remélem, önök is jól szórakoztak. Viszontlátásra! Viszontlátásra!